Szia, én Toku vagyok, és a mai videó témája, hogyan készíts jó minőségű vlogot egy alacsonyabb árkategóriás telefonnal. Az első legyen maga a készülék, a második a képi megvalósítás, a harmadik a hangvéli megvalósítás, a negyedik a téma, az ötödik pedig a videó elkészülte után az utómunka. Ugye egy feliratkozó kérésére készül ez a videó, aki azt kérdezte, hogy egy viszonylag olcsó és gyenge telefonnal, Samu J6-ossal hogyan lehetne a legjobb minőségű vlogot készíteni. Nos, nekem az a szerencsém, hogy jelen pillanatban munkatelefonként egy Samu J5-öt használok, ami így valamilyen szinten betekintést enged a feliratkozó problematikájába, és azt vettem észre, hogy amikor ezzel a telefonnal vlogot akartam készíteni most így a videó előtt, akkor bizony, hogyha frontkamerát használok, akkor van selfie fókusz, hogyha fényképet szeretnék készíteni, viszont ha videót, akkor erről le kell mondani, vagyis semmilyen háttérelmosás funkció nem létezik, és ezáltal a készülék ugye erősen be van határolva, hogyha front kamerát használunk, hogy milyen minőségű lesz maga a felvétel. Én azt ajánlom, hogy legyen inkább 720p, az a tuti. Ne menjünk rá, hogy 16:9 meg 1080p, mert semmi értelme. Maradjunk 4:3-nál és a 720p-nél. Így tuti lesz a minőség, még hogyha nem is lesz teljes a kép, amikor megtekintik a videódat. Kétféle lehetőséged van megvalósítani a videónak a felvételét. Az egyik, hogy valaki segít számodra. Ekkor szerencsés vagy, hiszen a hátlapi kamera használható, és így ketten is tudtok figyelni arra, hogy a lehető legjobb minőséggel készüljön el a videó. Te a középpontban legyél, kamerába nézzél, illetve a hátteredben semmi olyan ne jelenjen meg, ami nem a videó mondani valójához tartozik. Gondolok itt arra, tudom, túlpörgöm a GDPR-t, de fontos szerintem ma már, főleg a YouTube szempontjából, hiszen az algoritmusok mindent letiltanak, hogy semmi olyan harmadik félre vagy rád vonatkozó személyes adat ne jelenjen meg a háttérben, mint gondolok például egy fényképre, dokumentációra vagy helyszínre, ami alapján valaki tökéletesen beazonosítható, ha mondjuk olyan nézi a videót, aki mondjuk ismer téged. A másik, a képi megvalósítás esetében, hogy akaratlanul ne reklámozzál senkit és semmit, és ne álljál semmilyen ügy mellé, maradjál pártatlan. Gondolok itt arra, hogy ne jelenjen meg a hátteredben egy adott márka, egy adott reklám, ami vásárlásra buzdít, ha csak nem ez a videód témája, vagy pedig egy politikai üzenet, vagy bármilyen más egyéb ne jelenjen meg a háttérben, hiszen ezzel megint csak elvonódik rólad a figyelem. Tehát fel, vagy helyszínen veheted fel, ugye? Az egyik, amit nagyon sokat látok ugye a Facebookon, hogy szabad téren, a másik pedig, ahogy én készít, zárt téren legtöbbször. Nyílt téren mit nem ajánlok a figyelmedbe? Akkor ne készíts nyílt téren videót, ha vonat, busz, villamos, metró, avagy megkülönböztető jelzést használó jármű halad el melletted, hiszen akkor az tökéletesen el fogja nyomni a te hangodat, és a te mondani valódból az égedett egy világon semmi nem fog átmenni megtekintőjéhez. Na jó, ezt majd kivágjuk. Szóval, a másik, hogy forgalmas út mellett sose készíts videót, hiszen ugyanez a háttérzaj elnyomja a hangodat. Amit én ajánlanak figyelmedbe, hogy egy csendesebb útszakaszon, vagy erdőben, vagy parkban, vagy éjszaka készíts felvételt, hiszen hogyha éjszaka készítesz, mivel kisebb a forgalom, így nagy valószínűség szerint sokkal jobb lesz a hangminőség, nem lesz annyi zavaró tényező, mint mondjuk nappal. Viszont szerintem semmi probléma, ha madárcsicsergés, kutyaugatás, stb. Belehallatszik, ha csak nem túl hangosan a videóba, hiszen a természetnek nem lehet parancsolni, nem lehet azt mondani, hogy maradj csöndbe, még vlogot készítek. Ez az én véleményem. Zárt tér. Szerintem egy hibát semmiféleképp ne kövess el, mégpedig az, hogy kapuajba, mosdóba, lakás előterébe ne készíts videót, hiszen ott visszhangos lesz a hangod, és igencsak zavaró. A másik, hogyha szobában, vagy teremben, vagy aulában készítesz videót, ugyanakkor nincs úgy berendezve az a terep,
akkor megint csak visszhangos lesz. Ha túlzsúfolt egy szoba, és ugye itt jön a szűkösség, mondjuk a belmagasság kérdése az én esetemben talán pont jó, de lehet, hogy még az én esetemben is ugye visszhangosabb a hangom, hogy ne legyen túlzsúfolt, mert akkor meg megint egy ilyen zárt környezeti búgás és zúgás és olyan bödön hangod lesz, de Isten igazából. Szóval felejtős ilyen szemszögből, de erre mind ugye neked kell odafigyelni, hogy mi is a helyzet, hogyha egyedül készíted a videót. Ezt ki kell kísérletezned, nem mondok rá semmit, hogy milyen mikrofonnal, milyen telefonnal, és mivel készítsd el egyáltalán ezt a vlogot, hiszen te tudod, hogy mi van nálad, és azt te tudod kitapasztalni, hogy pontosan neked hogy jó, hogy átmenjen az az üzenet. Témaválasztás. Én azt ajánlanám, hogy csinálj úgy, ahogy én, hogy próbáld meg leszűrni ilyen mini felmérésekkel a véleményeket, hogy mi érdekelheti az embereket. Például, ha egy témát választok, akkor megnézem, hogy mondjuk fórumon, interneten mennyien foglalkoznak azzal a témával, van-e már a YouTube-on róla tartalom bármilyen nyelven, avagy mondjuk írott, vagy akár hangképi média róla dokumentum, hogy tovább képezzem én is magam abban a témában, hogy tényleg felkészülten, röviden és tömören tudjam megcsinálni azt a videót, nem úgy, mint most. Óriási hiba, témaválasztáskor és előadáskor, toku hibája, orbaszájba belemegy az ugyébe, a gyakori szó használatába folyamatosan 64-szer egy videóban, illetve egyfolytában körmondatokban beszél, nem lényegre törően. Ez az én hibám, ezt jó tanácsként fogad meg, hogy ne csináld. Utómunka. Utómunka esetében beszélhetünk Linux esetében, vagy akár Windows esetében is ingyenes videóvágó programokról, mint mondjuk az OpenShot, vagy mondjuk a DaVinci Resolve, melyet tudsz használni, teljesen ingyenesen, már megint az ugye, amikkel tudod képileg ugye módosítani magát a videó tartalmát, illetve tudod módosítani hangot is. Viszont a hangot én inkább ajánlanám mondjuk egy Audacity-vel módosítani, kiszűrni a számodra nem megfelelő háttérzajokat, emelni a magas hangot, a mélyet, a tényleg tökéletes minőséget elérni, viszont vigyázz például a zajcsökkentéssel, hiszen minél többször nyomod rá egy felvételre, annál gépiesebb robotű lesz a hangod, és annál messzebb kerülsz az eredeti minőségtől, így fontos lehet, hogy tényleg már a videó elkészültekor messze menőkig tartsd figyelemmel azt, és a középpontban, hogy tényleg a lehető legjobb helyet válasz ki képileg, hangilag, témailag, illetve megvalósításilag. Hát röviden, ám de belősen, 9 perc alatt én ezt tudnám ajánlani. Olcsóbb kategóriájú telefonnal, vagy mondjuk olcsóbb mikrofonnal, webkamerával készíteni vlogot. Köszönöm, hogy megnézted ezt a kis szösszenetet. További szép napot neked. Pápá!